Új Malom Karcagon, drága a dió, a pénzügyminiszter fóruma. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 24-én 18 óra 5 perckor. Új kukoricamalmot avatott fel a pénzügyminiszter Karcagon. A szatmári cégcsoport most átadott élelmiszeripari létesítménye Közép-Európa legkorszerűbb malma, amely lakossági igényeket és feldolgozóipari igényeket is kielégít. 120 tonna per nap, ekkora kapacitással képes dolgozni az új karcagi kukoricamalom. A környékbeli gazdák terményeit feldolgozó üzem nem csak a lakossági, de a feldolgozóipar igényeit is kiszolgálja. A mintegy 1,8 milliárd forintból megépített beruházást a kormány 500 millió forinttal támogatta. Kukoricamalom van az országban több is, ez a legkorszerűbb. Én azt gondolom, hogy bűlett technológiát alkalmazunk, minden vadonat új gép. Az új üzem a legmodernebb termelési technológiával működik, és 30 új munkahelyet teremt. Mindenképpen nagy jelentősége van, hiszen Karcag egy mezőgazdasági jellegű város. Mindenkor a gazdák érdekeit próbáljuk itt segíteni, és hát bőven termesztenek kukoricát is, és ennek a feldolgozása nagyon fontos, hogy hol történik, és a helyben történik, a szállítási költségeket megkímélve az mindenképpen jó dolog. Én nem beszélve arról, hogy munkahelyeket is teremt. A magyar élelmiszeripar egyre versenyképesebb, ezért ezeket a beruházásokat a kormánynak támogatnia kell, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Alapvető termelési területeink azért mégis az Alföld nagy részét érintik, és ha minél közelebb akarunk a termelőkhöz lenni, akkor érdemes a Alföld, a Nagykunság, vagy a Kiskunság területén keresni beruházási lehetőséget. A termelés 60%-a humán élelmezési célú késztermék lesz, a maradék 40% takarmányozási célokat szolgál. A cég további fejlesztéseket tervez Karcagon. Karcagon kevés lesz a dió, akár csak a mandula és a mogyoró. Ennek egyik oka, hogy a virágzás idején hűvös volt az idő, illetve a nyár elején nagy volt a szárazság. A dió termesztése egyébként a gazdálkodók körében egyre népszerűbb. Termőterülete évről évre dinamikusan növekszik. Országosan mostanra elérte a 7130 hektárt, az átlagos termés pedig az utóbbi években megközelítette a 10000 tonna héjas diót. Ézsiás Antal mutatja kisföldeki kertjében, milyen gondok vannak idén a terméssel. Az idei dió termés nem ígérkezik túlságosan jónak, már a kezdet sem indult jól, a megtermékenyüléssel voltak gondok, és most az a aránylag közepes termés, ami ígérkezik, szintén nem biztos, hogy betakarításra kerülhet, mert betegségek, károsítók bizony eléggé bántják a diót. Itt mögöttem látszik egy olyan diófa, amelyik aránylag még elfogadhatónak tűnik egészségi állapotból. De ezen a diófán is látszik az, hogy gombabetegség, rovarkártevők nyoma, és az augusztusi nagy vihar és a jégverésnek a nyoma látszik. Tehát eléggé viharvert diófa. De ennél sokkal rosszabb állapotok is vannak, mert a kertben lévő diófám is, és tegnap ugye járva Cegléden, ott udvaron, egy utcán láttam diófát, amelyiken egyetlen épp egészséges diót nem láttam. Akinek nincs diófája, annak szinte luxus otthon zsárból sütni, a beigli lassan külön ajándék lesz a karácsonyfa alatt. A cukrászdákban emelkedni fog az Eszterházi torta ára is. A pékségek dolgát nem könnyíti meg senki, honnan vegyék a diós patkóhoz valót, úgyhogy megérje az árát még a késztermék is. 6-7 éve jelent meg Magyarországon a dióburok fúrólégy, ami tavaly is tönkretette a kiskerti diófákat. A kártevő megszúrja a diózöld burkát, az tönkre megy, s bent a dióbél tele lesz nyűvekkel, megrohad. A védekezés ültetvényeken megoldható, a megfelelő rovarirtó szerrel kell permetezni. A gond az egyébként itt a szórván diósoknál, hogy egyénileg felkészülni erre nem lehet, mert ez a diófa ugyan, ami a hátunk mögött van, ez egy olyan 15-16 éves magról kelt dió, amelyet még talán lehetne hátiképpel permetezni, de hogy egy darab van, vagy esetleg két-három darab diófa van, ezt intenzíven nem lehet, mert erre külön vegyszert megkavarni, előkészíteni minden.
Hát a gomba elleni védelem az tavasszal a lemosó permetezés, ugyanúgy, mint más esetben a résztartalmú szerek különösen hasznosak, amelyek a gomba ellen is később is nagyon hatásosak, de egy óriási ellenség a diónak az, amit kevesen tudnak, ez az alma moly kártétel. Az alma moly, amelyik ugye az alma kukacosságát okozza, ami nem kukac, hanem gyakorlatilag ernyő, az a dió ugyanúgy egységesen támadja, és évente két nagy nemzedéke van, amelyik általában elhúzódik, és lényegében nem lehet tudni, hogy mikor milyen a rajzás, és mikor kell intenzíven. Tehát általános növényvédelmet igényel a dió. A gondja még az ennek a diónak, hogy származása, hogy Perzsiából származik, az ottani klíma különösenben jobb, tehát nincs ez a kemény tél. Egyrészt megvan a meleg igénye, de megvan a csapadék igénye is. A dió vízigényes növény. Azt tudjuk, hogy a legjobb diós területek a Tisza ártéren vannak, és ott ugye nyirkos, nedves a talaj, és gyakorlatilag őshonos a dió. Ezen kívül még gondot jelent az, hogy nyáron ugye nálunk kevés a csapadék, és ezt a vizet, vízigényét ezt nem tudjuk kielégíteni, hiszen a diófa alatt egyébként nagy-nagy területen, tehát a lombkoronán túl is óriási szárazság van, tehát a diófa alatt nem terem meg gyakorlatilag semmi. Egyik ok az, hogy elszívja a vizet, nagyon intenzív vízeszívó hatása van a gyökérzetnek, ezen kívül ugye maga a lehulló dió levél is, amelyik ugye magas olajtartalmú, amely később ugye a talajban azt okozza, hogy csírázás gátló hatása van. A hazai diótermelőknek, akinek sorsa azon múlik, hogy a magyar pékségek, cukrászdák honnan szerzik be a csonthéjas magvat, és akkor még a pálinka és likorkészítésről nem is beszéltünk, sem az olajának a sajtolásáról. Azt pedig csak remélni lehet, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem faültetési mozgalmában a diófák is szaporodni fognak. Újra a falusi portánkon. Kellően felkészülve a védelmükre, hogy legalább a beiglihez legyen saját dió. Az október 13-ai önkormányzati választások tétjét nem szabad lebecsülni, hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a Déri néven tartott lakossági fórumon. Nagyon fontos számunkra Karcag és a város lakóinak a sorsa. Ennek megfelelően kell dolgozni, kampányolni, hiszen nem mindegy, ki vezeti a települést, hogy milyen összetételű az önkormányzat. Nem mindegy, kinek a kezében van a gazdaság, a város vagyona, milyen lehetőségeket lehet biztosítani a tovább lépésre. Egy kiegyensúlyozott településen nyugodtan, boldogan, békében lehet élni, megvannak a fejlődés lehetőségei. Mi is nagy felelősséggel gondolunk az állított képviselőjelöltekre, mondta a fórum kezdetén Dobos László polgármester, majd bemutatta a jelölteket. Miniszter úr mellett ül az egyes számú körzetnek a képviselője és jelöltje Molnár Pál. Agrárszakember. Ő is több diplomával rendelkezik. Kettes körzet, dr. Kanász Nagy László, főorvos úr, kardiológus. Hármas körzet, Nagyné László Erzsébet, főigazgatóasszony. Négyes körzet, Gyurcsek János, alpolgármester úr, mérnökember. Ötös körzet, én vagyok. Mielőtt bejöttünk, beszélgettünk, és nem tudtam, hogy hagynak-e nekem ott ki helyet, vagy se, mondom, hogyha hagynak, akkor elsütöm azt a viccet, hogy add meg ott én Mónék, tetszenek ismerni ezt a történetet. Tehát én lennék az ötös körzet, és én vagyok az ötös körzet, hatos körzet, Karcagi Nagy Zoltán, diplomás, nótaénekes. Hetes körzet, Szepesi Tibor, tanár, edző. És a nyolcas körzet, Pánti Ildikó, címzetes, nyugalmazott, iskolaigazgató. Nekünk Karcag az első. Kérem, szavazzanak a jelöltekre, mondta Dobos László, városunk polgármestere. Varga Mihály pénzügyminiszter, aki hangsúlyozta, az önkormányzati választást nem szabad lebecsülni. Az is egy olyan választás, aminek nagyon közvetlen és konkrét hatásai lehetnek, hangsúlyozta, majd előadása második részében a magyar gazdaság helyzetéről és a magyar kormány elképzeléseiről is beszélt.
választás van megint. És polgármester úrhoz csatlakozva én is azt tudom mondani, hogy nincs olyan választás, aminek ne lenne tétje. Még akkor is, hogyha az ember azt mondja, hogy valakinek több esélye van, kár is elindulni vele szembe, minden választás fontos. Még azok a választások is, amiből látszólag nem következik semmi. Gondoljanak csak bele, most volt nemrégiben májusban az Európa Parlamenti választás. Hát ugye ez egy olyan választás, ahol listákra szavazunk, nem csak mi, hanem 27 másik országban is. És látszólag ebből nem nagyon következne semmi. Hát elmennek az emberek, szavaznak, a listákról bekerülnek az Európai Parlamentbe. Képviselők majd képviselik a saját hazájukat, vagy nem képviselik, de erről majd még beszélek. És elvileg itt le is lehetne zárni a történetet. Na most elkezdtem itt összeszámolni fejbe, hogy körülbelül 8 kormány alakult át, vagy bukott meg az európai parlamenti választások után. Nézzék meg, Görögországban új választások vannak, Olaszországban átalakult a kormány, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, szinte mindegyik országban, ahol a választások valamilyen meglepő eredményt hoztak, vagy nem azt, amit egyébként a politológusok vagy a közvéleménykutatók vártak, ott ennek volt közvetlen hatása. Azt tudom tehát mondani, hogy az önkormányzati választást sem szabad lebecsülni. Ez is egy olyan választás, aminek nagyon közvetlen és nagyon konkrét hatásai lehetnek. Beszélni fogok majd néhány szóban arról, hogy hát nyilván az ellenzéki forgatókönyvek is milyenek, mire készülnek. De én is csak arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy vegye komolyan ezt a választást, mert sokan mondják, hogy hát ez a választás már lefutott, meg ez már nagyjából eldőlt. Szó nincs erről. Amíg, ahogy szokták mondani, a hármas sípszó el nem hangzik, addig ez a mérkőzés zajlik, és addig ennek a választásnak is van tétje. Nyilván nagyobb városban, Budapesten, fővárosban, vagy egy megyegyú városban talán nagyobb tét, de egy kisvárosban is van tétje, hiszen mindegyik helyen, ahol a kormánypártok meg tudják erősíteni magukat, vagy az ellenzék újra tudja magát építeni, ott ennek különös tétje van. A jelenlévőket F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is köszöntötte. Volt egy magyar film, a régi idők focia, bizonyára sokan emlékeznek rá, ott volt egy motto, hogy kell egy csapat. A csapat megvan. A csapat készen van, nem csak Karcagon, hanem az egész körzetben. Polgármesterek, képviselőtestületi tagok, jelöltek. A csapatunk megvan, olyan csapat, akire méltán és nyugodtan bízhatják rá településüket és az ország jövőjét. Mert a csapat itt van ebbe a terembe, itt van ebbe ezen a színpadon, és ott van azokon a településeken, ahol együtt dolgozunk. Én azt gondolom, hogy erről az útról nem szabad letérni. A fórumon felszólalt dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is. Most, amikor a helyhatósági választás előtt állunk, akkor a Dobos László polgármester és az önkormányzat által, a karcagi képviselők által vitt várospolitika folyamatos legyen, és megmaradjon az összhang a kormányzat, a megyei irányítás és a helyi önkormányzatok között. A város és a kormány között. Ez összhangozó és egybehangzó együttműködése van. Szükség más, hogy Karcag sem tud fejlődési pályán maradni, és mi most egy olyan rendezvényről jöttünk ide, tisztelt hölgyeim és uraim, ami mutatja azt, hogy úgy, ahogy az ország talprát és erősödik, úgy az elmúlt 5, illetve 10 évben Karcag városa is lépésről lépésre megint egy növekedési, erősödési pályára tudott állni. Hiszen ma egy olyan beruházást adtunk át, a karcagi kukoricamalmot a régi rizshántoló területén, amelynek köszönhetően Karcag újra fölkerült a Malom városok térképére. Egy olyan élelmiszeripari beruházás, amelynek köszönhetően a helyben megtermelt javakat, a kukoricát helybe fel lehet dolgozni. Kéztermékké lehet ezt a feldolgozást vinni, kéztermék kerül az asztalra, karcagi kukoricaliszt, kukoricadara formájában, és a belső és a külső piacokra egyaránt 30 új munkahely jött létre, és azokról a munkahelyekről még nem is beszélünk, amelyek ehhez a meglévő fejlesztéshez
kapcsolódnak. És ez egy jelkép is egyben, hogy a szocializmus idején hanyatló pályára került Malomipart, annak a karcagi részét is sikerült felújítani, és újra ma büszkék lehetünk arra, hogy Európa legkorszerűbb kukoricamalma kezdte meg a működését a mai napon itt a városban. Így lehet tehát építkezni lépésről lépésre, és nagyon fontos az, hogy ezzel tisztában legyünk. Varga Mihály miniszter úr, a kormány támogatása is benne van ebben a fejlesztésben, és a többiben is, az ipari parkiakban, az M4-es autópályának a fejlesztésében, a kisújszállási útnak a megújításában, iskolák és óvodák beruházásoknak a végigvitelében, amelyek nem varázsszóra nőnek ki a földből, nem csettintünk és azért valósul, meg nem elég az, hogy szólunk róla, aztán nem csinálunk semmit, hanem lépésről lépésre ezeket a munkákat végig kell vinni. És ebben nyilván fontos az országos kapcsolatrendszer, a megyei kapcsolatrendszer, de olyan önkormányzat kell, amelyik tudja azt, hogy miképpen kell beruházásokat indítani, miképpen lehet ide pénzt hozni, miképpen lehet azzal úgy gazdálkodni, hogy az a közjavára minden karcagi lakos és a vonzás között javára is szolgáljon. És Dobos László polgármester úr már az elmúlt 5 évben, korábban alpolgármesterként is bizonyította azt, hogy érti ezeket a dolgokat, rátermette erre a feladatra, és az alpolgármesterek, illetve a képviselők úgy szintén ezt bizonyították. Van tehát egy olyan csapat, aki tudja azt, hogy miképpen kell a várost vezetni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!